gondolom, hogy tehát ez egy szándék, nyilván nyilatkozat gyakorlatilag, hogy benyújtjuk a pályázatot, és akkor azzal a cím, hogy Püspökladonyi egészségügyi alapellátás fejlesztése, és 60 millió forint bekerülési költséggel. Én úgy gondolom, hogy ezt támogatni kell, és akkor fölteszem a kérdést, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem most készfeltartásra jelezze. Jó, megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a határozati javaslatot javasolja a bizottság. A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság augusztus 22-i ülésén elfogadta azt az előterjesztést, amely a püspökladányi egészségügyi alapellátás fejlesztése című pályázat beadására vonatkozott. Ez egy 60 millió forint bekerülésű pályázat, amely lehetőséget kínál a petritelepi és az újtelepi háziorvosi rendelők fejlesztésére és felújítására. Itt Ladányban alapszinten, háziorvosi szinten a akadálymentesítést, a gépészeti felújításokat, fűtéskorszerűsítését, a épületek szigetelését, akadálymentesítést. A pályázat beadása előtt a szakemberek természetesen felmérik, hogy milyen lehetőségek rejlenek még benne, hiszen nem kell önerőt biztosítani hozzá. A Városfejlesztési Bizottság ülése után az Egészségügyi és Szociális Bizottság elé került az előterjesztés. Beszélgettünk Jenei Tiborral, hogy Püspökladonyban milyen lehetőséget tudnánk találni, ahova be lehetne iratkozni, vagy pályázni lehetne. Hát itt két orvosi rendelő jött szóba, az egyik a petritelepi orvosi rendelő, a másik pedig a újtelepi. Ez a pályázati lehetőség magában foglal nagyon sok mindent, nagyon sok lehetőséget. Jelen esetben, amire gondoltunk, a két rendelő felújítása, akadálymentesítése, nyilázárok cseréje, hőszigetelése. A legjobb tudomásom szerint a petritelepi rendelő palatetős, és ez a program az azbeszt elleni harcnak is teret ad. Így hát ott is tetőcsere. Az új telepéből nem tudnám megmondani szintén, hogy milyen teteje van, de elképzelhető, hogy az is palatetős, elég régen épült. Fűtésszerűsítés, mit nem mondtam még. Tehát minden olyan észszerű változtatás, ami az ellátás kényelmét, biztonságát szolgálja, és mind a mellett energiatakaréhoz. Tehát javasoljuk akkor azt a testületnek, hogy ezt a pályázatot adja be. Ha jól tudom, szeptember 17-től kezdve lehet beadni, hogy induljunk el, és hát a pályázati jók, meg fő szakreferensek nézzék meg, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyeket be lehet írni a pályázatba. És ennyi. A bizottság tagjai a pályázatot beadásra méltónak találták, hiszen 100%-os támogatást biztosít. 60 millió forintból pedig nagyon sok fejlesztést lehet megvalósítani a két háziorvosi rendelőben. Ez óriási pénz megtakarítás, mert lényegében van két különösen lepusztult rendelőnk. Az egyik az kiemelten lepusztult, a petritelepi, nagyon régi építésű. Nagyon-nagyon régi. Annak még a hagyományos, régi stílusú nyílászárói vannak, fűtése sem igazán jó. És az új telepi rendelő, ami ugyan fiatalabb, az előbb említettnél, de ott is fűtéskorszerűsítés, izolálás, tehát szigetelés, nyílászáró csere, esetleg tetőcsere, ilyenek kerülnek szóba. Tehát ezért jó, mert ezt önerőből az önkormányzat nem tudná kifizetni, és hát amit nem mondtam, a lényeg, hogy itt önrész nélküli, tehát 100%-os támogatottságú ez a pályázat, ez a poén benne. Tehát mindenféleképpen rá kell startolnunk.
Városunkban hosszú évek óta nem volt jelentősebb fejlesztés, például az újtelepi és a petritelepi háziorvosi rendelőkben, mivel a pályázat ezeknek az épületeknek a teljes felújítására, akadálymentesítésére is esélyt nyújt, energiahatékonysági korszerűsítéssel, ezért az önkormányzat mindenképpen fontosnak tartja, hogy részt vegyen benne.